A TAR KSC szakmai és sportigazgatója beszélt nekünk privát életéről, hosszú, harmonikus házasságának titkáról, és hogy a női energiákra mennyire nagy szükség van nem csak a családon belül, hanem az egész világban. Úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés nőnek mondhatom magam, mert hogy lassan az idei évben betöltöm az 50-et, úgyhogy már nem vagyok fiatal, de még talán nagyon idős sem. És ugye ezekben a hetekben ünnepedett le bennem közeleg a tavasz, közeleg a nőnap, hogy azért mondhatom magam rendkívül szerencsésnek, mert hogy a női lét szinte valamennyi aspektusát meg tudtam élni az elmúlt évtizedekben. Nagyon különleges szerintem, főleg manapság már az én helyzetem, hiszen szerencsére hozzámentem az első szerelmemhez, és ez egy jó döntésnek bizonyult. 15 éves voltam, amikor a férjemet, Finta Viktort megismertem a Garai János gimnáziumban. Ő akkor volt 17. És hát természetesen, mint minden párkapcsolatban, vagy minden házasságban azért itt is voltak hullámhegyek, meg hullámvölgyek, sőt vannak is, de azt gondolom, hogy az, hogy idén március 21-én 34 éve vagyunk együtt, az szerintem egy rendkívüli dolog a mi életünkben, és egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott házasságban élünk. Természetesen mind a ketten nagyon sokat változtunk az elmúlt évtizedek alatt, hiszen egy kamaszkori szerelemből mind a ketten érett felnőtt férfivá, illetve nővé cseperedtünk, és azt gondolom, hogy nagyon szépen le tudtuk követni egymás fejlődését, és a párkapcsolatunkban, aminek mindig nagyon fontos szerepe volt, akkor az a kommunikáció. És mivel mindig mindent végül is meg tudtunk beszélni, így a legnagyobb nehézségeken és a legnagyobb mélységeken is túl tudtunk a Viktorral jutni. Van két csodálatos gyermekünk, egy 21 éves nagyfiam Zétény, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jár, és van egy csodás kislányom, aki most lesz majd 12 éves, ő a Babits Mihály általános iskolában tanul, 6. osztályos, úgyhogy ebben is óriási szerencsénk van, hiszen két különböző nemű gyermeket adott nekünk a Jóisten, ennek a szerelemnek lett a gyümölcse ez a két csoda. A másik dolog, ami hatalmas örömmel tölt el, hogy én mind a 49 évemet Szekszárdon éltem, ugye itt nőttem fel, ugyan Budapesten születtem, de egy év után ide kerültem, és eddig, amit én szerettem volna a saját privát életemben, illetve a hivatásomban, azt mindent meg tudtam valósítani. Ugye mindenki tudja már szinte rólam, hogy a kosárlabda nagy szerelmese vagyok, hiszen ebbe születtünk bele a testvéreimmel együtt, és először ugye Baján végeztem a Garai Gimi után tanítóképzőt, 18 évig tanítottam a Babits iskolában, és mellette edzősködtem. Elvégeztem Budapesten a testnevelési egyetemet, kosárlabda szakedzővé váltam, és az elmúlt évben meg itt Szekszárdon végeztem a főiskolán egy PR menedzser sajtókommunikációs szakot, úgyhogy ez a három, úgy igazából mind a három diplomámat a mai napig használom és hasznosítom, és úgy gondolom, hogy nőként azért ma Magyarországon nincs egyszerű helyzetben senki, és ezt egy nagyon kedves tanáromtól tanultam, négy jelzőt, ezt nem én találtam ki, és ezt nagyon sokáig nem is vettem észre, és azóta egy kicsit ilyen szemmel is figyelem a mi világunkat. Széchy Gábor professzor úr tanította nekünk az egyetemen, hogy a magyar társadalom individualista, férfias, újdonságkerülő, úgyhogy ezek a dolgok azért ugye a mindennapokban találkozhatunk, és minden nőnek azt gondolom, hogy mind a magánéletben, mind a hivatásban ezekkel azért meg kell küzdeni, legyünk őszinték, ritka az, ahol nem. Most az én pályám úgy alakult, hogy 2017-től már csak a KSC-t vezetem, felmondtam ugye az iskolában, és nem pedagógusként dolgozom, és Gergő öcsémmel vezetjük a KSC-t, egy sportvezetőként, sportigazgatóként dolgozom, ami azért teljesen más, mint egy tanítónéni élete. Ott egyébként a pedagógus társadalomban nem éreztem a társadalomnak az e-fajta kihívásait, sportvezetőként, női vezetőként azért ez egészen más, ez egy sokkal férfi
férfiasabb, sokkal keményebb világ, ahol egyébként azt gondolom, hogy szeretettel, empátiával, kommunikációval nagyon sok mindent el lehet érni a férfiak mezőnyében, és én úgy érzem, hogy szükség is van ezekre a női energiákra. Noémi szerint nagyon fontos a kommunikáció minden jellegű kapcsolatban, de ez akkor tud igazán hatékony lenni, ha az ember ismeri önmagát. Ugye tekintélyelvű is ez a társadalom, és nekem van egy kicsit kevésbé ismert spirituális oldalam is, illetve érdeklődöm nem túl mélyen, de azért azt gondolom, hogy ez is fontos az ember életében, hogy picit néha a racionalitástól és a valóságtól elszakadjunk, és ezért a saját személyiségem megismerése során kiderült az, hogy bennem is van félelem a férfi tekintélytől. Méghozzá olyan férfiak tekintélyétől, akik a szívemhez nagyon közel állnak, úgyhogy itt a férjemről, az öcsémről, ugye Gergőről, illetve a vezetőedzőnkről, Gyoki Dzsejkóról van szó, akiknek a vonzás körzetében élem az elmúlt 8-10 évemet, és hát ugye igyekszem én nekik megfelelni, mind a mellett, hogy próbálom megőrizni a saját identitásomat. Na ez az igazi kihívás, és hogy ezeket a mindennapi harcokat, konfliktusokat úgy tudjam lekezelni, hogy az a nagyfokú szeretet megmaradjon mind a három férfi irányában, ugye mind a három fajta szeretet egy másfajta kapcsolódás, de azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen meg tudtam őrizni, és így ezáltal nem csak az én személyiségem, hanem ezeknek a férfiaknak a személyisége is sokat fejlődött, így aztán a családi életünk és a KSC is azt gondolom, hogy jó úton van. Úgyhogy én ezeket így dolgozom fel és így élem meg, hogy biztos, hogy kell nyújtsak stabilitást és melegséget ezeknek a férfiaknak a legvadabb és a legzordabb pillanataiban is. Úgyhogy én szeretem nőként élni az életem.